Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: nézzétek az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, és látta, hogy követik, megkérdezte: mit kívántok? Azok ezt felelték: rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettők közül, akik hallották ezt Jánostól és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Én azt hiszem, kedves testvérek, hogy a mai vasárnapon Szent János evangéliuma a mindennapi életünk rendkívül hétköznapi szegmenseit tárja elénk, valahol egy kicsit azt boncolgatja. Ebből a kettő nyilván kölcsönösen feltételezi egymást. A találkozások és meghívások jelensége, és nyilván miután semmi sem marad enélkül, így természetesen a következményekkel is számolnunk kell. Olyan érdekes egyébként, és olyan félelmetes az Úr nyitottsága. Akkor, amikor rácsodálkoznak a tanítványok, amikor a nyomába szegődnek, amikor tudják, hogy érdekes, hogy izgalmas, és megkérdezi tőlük a főnök, hogy mégis mit akartok? Most miről is van szó? Mester, hol laksz? És a válasz az az, hogy gyertek és nézzétek meg. Manapság, amikor gyakran emelünk falakat, kerítéseket, amikor az ember egy kicsit gyanakodva nézi mindig a másikat, amikor olyan őrülten óvjuk a magánszféránkat, olyan megdöbbentő ez a nyitottság. Nyilván már az is megdöbbent, hogy valahova elhívnia őket, hiszen tudjuk, hogy ebben a 3 évben a mester folyamatosan úton volt, állandóan vándorolt, mindig az Isten országának az ügyében fáradott, stabil szállás helye nem volt. Mégis elhívja őket magához. Meghívja őket magához. Nem mesél róla, nem ad egy névjegykártyát, nem egy címet diktál be. Azt mondja, hogy gyertek. Gyertek el, és nézzétek meg. És talán valahol az ember ezt takargatja leginkább. Az otthonunk a kirakat. Az tud fontos lenni. A tiszta szoba. De hogy hogyan élünk, az arról árulkodik, hogy kik is vagyunk valójában. Na, nem ezt akarjuk megmutatni. Nem itt van kiszidolozva a glóriánk, alapvetően nem ezt takarítjuk és rendezzük ünneplőbe. Fenntartjuk a kirakatot, megvan a tiszta szoba, megvan az a pont, ameddig beengedünk esetleg bárkit, akár még hívunk is. Nem az életünkbe, csupán az otthonunkba. A mester nem hazahívta őket, magához hívta őket. Ő az életébe akar bepillantást engedni, ő a vele való nagyobb életközösségre hívja a tanítványokat. Ő nem azt akarja megmutatni, hogy hol él, hanem azt, hogy hogyan. Hogy valahol a legbensőbb körbe akarja beengedni őket, hogy ennek a barátságnak a kezdete, hogy a meghívás történetek gyöke, az eredője, az valahol éppen itt van, ebben a félelmetes nyitottságban, ebben a döbbenetes őszinteségben. Két szereplő nagyon izgalmas az egész perikópából. János, aki rámutat, hogy na nézzétek csak, na ő
az Isten báránya. Hogy figyeljetek fel rá, hogy vegyétek észre, hogy lássátok meg, hogy na, akiről beszéltem, na, ő van éppen itt. A másik pedig András, aki azzal rohal haza Péterhez, hogy megvan, megtaláltuk, gyere el, nézd meg te is, és elviszi őt Jézushoz. Én azt hiszem, hogy valahol mind a kettő szereplő gesztusa komplett életprogramot fogalmaz meg. A mai korok keresztényei számára is. Tudunk Jánosok lenni? Mi rá tudunk mutatni az Úrra? Eleve tudunk-e olyan alázatosak lenni, hogy úgy gondoljuk, hogy nem mi, nem a mi szerepvállalásunk, teljesen mindegy, hogy a közösségben milyen szerepet töltünk be, és mit vállalunk, de nem az a fontos, nem az önnön ragyogásunk és csillogásunk, hanem az, aki utánunk jön, akinek a saru szíját sem vagyunk méltók megoldani. Rámutatunk-e? Nem mi akarunk látszani, őt akarjuk láttatni, őt akarjuk megmutatni a világnak, a saját munkánk, a közösség életébe való bekapcsolódásunk, a saját szerepvállalásaink által is, tudomásul véve azt, hogy nekünk kisebbednünk kell, nekünk halványodnunk kell, hogy ő növekedhessék, hogy őt lássa meg a világ, hogy hozzá akarjanak kapcsolódni, mint többen. Nem hozzánk, hozzá. Ha hozzá élő módon kapcsolódunk, akkor nyilván az egymás közötti kapcsolataink is egészségesebbek, épebbek, tartósabbak lesznek, nem csak ideig, óráig, valamiféle személyes szimpátia alapján alapuló szövetségek, hanem valóban olyan barátságok, amiről az Isten álmodott. És akarunk-e? Tudunk-e? Merünk-e Andrások lenni, akik elfutunk a másikhoz, akik megkeressük a testvérünket, és szólunk neki, hogy te, én megtaláltam. És elkísérjük, elvisszük őt Jézushoz. Vigyázz! Ez nem egy pillanatnyi aktus. Ez nem csak egy hírközlés, hogy megvan, old meg. Ez nem csak arról szól, hogy bediktálom a címet. Elkísérjük őt. Vele maradunk, hogy az út bizony fontos. Hogy a Krisztushoz vezető út a maga minden meglepijével, örömeivel és buktatóival együtt döbbenetesen fontos. És abban a pillanatban, hogy mertem megrángatni a másikat, már felelősséggel is tartozom érte, hogy vele kell maradnom, hogy kísérnem kell ezen az úton, hogy lehetőség szerint át kell segítenem a buktatóin, hogy együtt kell megélnünk az örömöket, osztoznom kell benne, hogy lehetőség szerint választ kell adnom a kérdéseire, amíg a saját személyes kötődése valóban meg nem szilárdul annyira, hogy már másképp lesz szüksége rám. És bizony, itt jönnek a következmények. András elvitte Pétert az Úrhoz, ahol rá is mosolyog a főnök, és rögtön azt mondja, hogy te Kéfás vagy. Azaz szikla. Már az egész életprogram megfogalmazódik benne. Csupán egy találkozás. Csupán az első találkozás hozadékaként. Nagyon fontos ám, hogy merjünk és tudjunk ezekbe a találkozásokba nyitott szívvel is őszintén belebocsátkozni, mert az Isten csak akkor tud hatékonyan működni bennünk, csak akkor tud megváltoztatni, alakítani minket, ha mi hagyjuk, ha mi beengedjük, ha mi belebocsátkozunk ezekbe. Megfontolandó ám, hogy mennyire vagyunk Jánosok.
hogy merünk-e Andrásokká válni, hogy tudunk és akarunk-e Péterek lenni, hogy hagyjuk-e, mert sóhajtozni szoktunk, hogy tegyen az Isten csodát velünk. Csak azt elfelejtjük, hogy ez változással jár. Akarunk-e, merünk-e változni, hagyjuk-e, hogy az Isten megváltoztasson minket.